Nagy volt a készülődés a martonosi tűzoltó laktanya körül kedd délután. A helyi tűzoltók feldíszítették fényekkel a tűzoltó kamiont, és azzal vitték ki a gyerekeknek az ajándékokat. Tavaly évben már terveztük azt, hogy a Mikulás a tűzoltókkal együtt el fog menni a tűzoltó gyerekekhez, de az idénre sikerült csak sajnos összeszerveznünk. Nagyon nagy segítségünkre volt ebben Zsinka Andrea óvónéni, aki összeszedte a gyerekcsapatokat. Van összesen 26 gyerekünk, fiúk és kislányok, akikkel részt vettünk már az idei tűzoltóversenyen, és mind a két csapatunk első helyezést ért el. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és szeretnénk őket megörvendeztetni azzal, hogy a tűzoltó Mikulás meglátogatja őket. Vasárnap feldíszítettük az autónkat az világítós fénysorokkal, és mint a háttérben is látható, egész jól néz ki, aztán sötétben biztos még jobbat fog mutatni. Minden gyerekhez elmegyünk házról házra, és kis ajándékot fog kapni mindenki. Egy németországi tűzoltó bajtársunktól kaptunk csoki csomagokat, amiket szét fogunk osztani közöttük. 1891 óta dolgozik a Martonosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Megszakítás nélkül még a világháborúk alkalmával sem szakadt meg a Tűzoltó Egyesületnek a munkája, és azon dolgozunk, hogy ez így is maradjon, ezért sokat foglalkozunk a fiatalokkal, hogy maradjon utánpótlás, aki majd átveszi tőlünk az egyesületnek a vezetését. Tehát mint minden faluban nyilván vannak tűzesetek, és mint minden faluban indokolt az önkéntes tűzoltó egyesületeknek a megléte és részvétele, ugyanúgy van ez nálunk is. Az idén 10 darab tűzesetünk volt, bár igaz, dicsekedhetünk azzal is, hogy voltak olyan éveink, amikor egyetlen egy tűzeset sem volt, ez köszönhető a jó prevenciónak, mert foglalkozunk a lakosság oktatásával is, és a gyerekeknek az oktatásával, hogy minél jobban meg tudjuk előzni a tüzet.